Discordon küldtétek el Olgának a csatornáját, aki 25 ezer feliratkozóval és 224 videóval rendelkezik jelenleg, és hogyha jól láttam így a csatornája alapján, ő egy lengyel lány, aki Magyarországon él, már egy éve így ez alapján, a videó alapján, és a legújabb videója a közös lengyel-magyar szavak címet viseli, és hát gondoltam, lengyel-magyar két jó barát, ez egy tök izgalmas téma. Ugye néztünk már olyan videókat, ahol különböző ilyen nemzeti sztereotípiákat parodizáltak ki, és a többi, én szeretem, így megszerettem ezeket a típusú kontenteket, úgyhogy nézzük meg, hogy egy lengyel lány mit gondol a magyar szavakról, vagy hát milyen közös szavaink vannak a lengyelekkel. Némán, hát ugye az a jó, hogy a néma nyelv az mindenkinek ugyanolyan. Na, figyelünk, Olga! Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék... Mivel férfi vagyok, és hímsoviniszta, túl kell lessek azon a dolgon, hogy Olga nagyon szép. Elmesélni. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy milyen kínos, hogyha ezt most ő megnézi. Na mindegy! Nektek a közös lengyel-magyar szavakról. Már régen készítettem egy ilyen videót, de akkor még nem annyira jól beszéltem magyarul. Szerintem most picit jobban beszélek, és remélem, hogy ez a videó érthetőbb lesz. Egy év alatt tanult meg így magyarul? Az nagyon durva. Azért egy év alatt magyarul megtanulni? De az előző, amikor készültem a videózásra, nem is végignéztem, vagy néztem végig ezt az előző videót, mert tényleg nem is tudtam hallgatni. Olga, emiatt ne aggódj, én beszélek magyarul, de én se nézem vissza a régi videóimat, mert borzasztó. Pedig én elvileg tudok magyarul, úgyhogy emiatt ne aggódj. Vagy nézni, hogy mennyire rosszul beszéltem. Pár szó kategóriát készítettem, szerintem most az étkezéssel kapcsolatos szavakkal fogok foglalkozni. Ja, hogy kategóriákra bontotta, hogy milyen hasonló lengyel-magyar szavak vannak. Oké! Okay. Itt ott telefonomon van a lista, akkor bocsánatot szeretnék kérni, ha néha ide fogok nézni. De az első szó a paprika, de ez most egy nemzetközi szó lett. Az a lényeg, hogy minden szó Magyarországról ered. Tehát, hogy paprika magyar, minden magyar, csak átvették a lengyelek. És lengyelul ez paprika. Lengyelul is népszerű gulyás, de ez... Ennyi magyar. Lopták, lopott, hashtag lopott. Gulás és lecsó. Mi azt mondanánk, hogy lecsó. Kolbász is van lengyelul, ami kielbasza, szerintem. Hát én tudok lengyelül. Mi a kolbász? Kielbasza, kolbász, hát ugyanaz. Hát tudok lengyelül. Ez picit hasonló. Magyar torta, ez lengyelul tort. Hud. Nem már. Nem már. A lengyelül a torta tort. Hát lopják a szavainkat. Der, ez puder. És a magyar ebéd, ez obiad lengyelül. Van a rom, olaj, ami lengyelül olej. Recept, ez recepta. Cukor, ez cukor. A lengyel... Cukker. Mennyivel jobb a lengyel? Cukker. Ebben létezik a pohár szó, de ez... Nem áll. Van olyan szó lengyel, hogy pohár? Hát nem véletlenül vagyunk alkoholista nemzetbarátok a lengyelekkel, ha ugyanaz a szó a pohárra. Ebben létezik a pohár szó, de ez puhár, és ez inkább a korsó. Egy nagyobb. Hát ez a különbség. A... Pár nagyon hasonló a lengyel-magyar. Ez a különbség. A lengyelek ismerik a mértéket. Tehát ők nekik a pohár az nem, az pohár. Az. Gyümölcs is van. És például a magyar banán, lengyelul ez banán. Vagy lengyelul vannak cseresnye. A magyar szilva slivka, és a magyar uborka ogurek. Na mondjuk az ogorek és az uborka között azért nagy különbség van. Még répa is van, ami lengyelul zsepa. Nem tudom, hogy kit fog érdekelni ez a content, meg kit nem, szerintem ez baromi érdekes. A répa is zsepa. Soláta ez szaváta. Jó, a magyar zelle. Nyilván egy csomó ilyen, hogy banán, az nyilván ugyanonnan jön, hát nyilván az eredeti szónak egy változatát használja rá a nyelv. Ez szeller, és a magyar karfiol,
kalafior. A lengyelek számára nagyon érdekes a magyar görög dinnye, vagy dinnye szó, mert lengyelül a dinnye, ez tök. Akkor, ha az... Na ennek a történetére lennék kíváncsi. Tehát, ami lengyelül dinnye, az magyarul tök, a görög dinnye meg máshogy van. Tehát, hogy úgy voltak vele a piacon, az 1273-as évben találkozott a lengyel meg a magyar a piacon, és akkor mondták, hogy tessék, dinnya, dinnya, és a hülye hazavitte a tököt, azt megette, azt úgy emlékezett, hogy a görög dinnye volt az. Utcákon vannak ezek a kis piacok, ahol mindenhol van írva, hogy dinnye, akkor a lengyelek csodálkoznak, hogy miért egy tököt lehet venni. De igen, hát ugye a dinnye 200, melóne 250. Létezik pár rohával kapcsolatos szó is. Na hát ezeket már kevésbé fogom tudni. Például a magyar blues, lengyelül ez blúza, ami... Na jó, de a blues az angolul is blues. Egy melegebb roha. Egy... És kitalálom, a pulóver is pulóver lesz. Egy kardigan szerintem, és blúzka ez egy t-shirt. Néha a magyar papucs. Szót is használjunk, de lengyelül ez papucje, és ez... Papucje. Amúgy annyira jók ezek a nyelvek, imádom. Inkább egy kicsinyító, és nem mindenhol, de pár Ha lenne szuper képességem, amúgy biztos azt szeretném, hogy tudjak nyelveket tanulni csettintésre, az tök menő. Na, tudjátok, mi a szigma dolog, fiúk? Nyelveket beszélni, az elég szigma dolog. Régióban vannak a papucse, akkor ezek a cipők, amelyeken otthon szoktunk hordani. Pár régies szó is van, például csizma, ami csizmából származik, de ez tényleg régi, és nem szoktunk használni. És kantus is, ami egy régi kabat. De... Ennyi szót hallva, én tényleg azt hiszem, hogy kimegyek Lengyelországba, elkezdek magyarul beszélni, és meg fognak érteni. Hát tudok venni papucsot, tudok venni dinnyét, csak tököt fogok kapni, mindent meg lehet csinálni. Hát tudok venni ruhát, tudok kérni enni. Ez egy ödivadó szó. De ha már a történelemben vagyunk, akkor a 16. században Lengyelországban uralkodott egy magyar király, Bátor István, és ebből a korszakból. Mindenhol magyarok uralkodtak, Olga, de ebben ne menjünk bele, mert ez már magyaroknak is. Sok Magyarországról származó szó létezik. Például lengyelül azt mondjuk, hogy dobos, és ez egy ember, aki dobozik, de inkább azt mondjuk, hogy perkusista, de dobos az inkább régi. Szóval a lengyeleknek van egy csomó szava, ami ugyanaz, mint a magyar, de már nem használják őket. Ilyes. Bekiesa, ez szerintem szinte senki nem ismeri Lengyelországban, de ez egy kabat, ami a Békés Gáspárból. Várja, ez egy magyar szó, hogy bekes? Mi az, hogy bekes? A bekes egy kabát? A magyarul se tudok, hát jobban tudok lengyelül, mint magyarul. Ami a Békés Gáspárból származik, bekecs! Nem is emlékszem. A magyar történelmi órák régen voltak. A lengyel nyelvben van a gyermek szó, ami egyáltalán nem kapcsolatos egy gyerekkel, hanem a gyermek, ez egy ember, aki a lovaggal utazik, mindig együtt vannak. Na akkor a gyerekkel nem fogok menni Lengyelországba, mert nagy félreértések lesznek, elkezdek beszélgetni a lengyelekkel, azt elviszik a gyerekemet apródnak véletlenül, azt egy lovag elviszi magával valami vásárba, úgyhogy ezt megjegyeztem. Például a Sancho Panza. És most végre van egy ige, harcovac, ami a magyar harcból származik, és harcovac ez nem pontosan harcolni, hanem hogy például, ha valaki bulizik, vagy hangosan viselkedik, akkor harcolja, vagy például nem tudtam aludni, mert a mocskaim harcoval. Rikácsolni akkor, nem cincogni, rikácsolni. Csak hangosan viselkedtek, bulisztek. A lengyel nyelvben van az orsak szó is, de ez egy felvonulás, ami a templommal kapcsolatos. Amikor... Hát most jövök ki a... Mindegy. Jön egy pap, és több ember is,
és akkor jön egy ország. Vagy nem csak a templommal kapcsolatos, hanem ha például a... Azt nálunk békemenet neki. Bocsánat. Királyi ország. Osereg szó, ez csak egy mindennapi lengyel szó, és szerintem senki nem tudja, hogy ma a magyar nyelvből származik, de a sereg csak a sor. Osések is van, ez a dolog, amelyet a lovagok hordanak. A tábor is van, de ez inkább a létezik a rakos szó, ami a magyar rákos helyel kapcsolatos, mert ott az elején az emberek összegyűjtettek és választottak egy királyt. Szerintem a Heinau szó nagyon érdekel. Amúgy ezek eleve rohadt nehéz témák ezekről beszélni, hogy megmagyarázzol szavakat, hogy mit jelentenek. Tehát az, hogy tanulsz beszélni magyarul, nem teszi könnyebbé, hogy ilyen rohadt nehéz szavakat kell megmagyarázni. Tehát, hogyha ismerném a nyelvet, se tudnám elmagyarázni ezeket a szavakat. És mert a magyar hajnalból származik, de Heinau, ez egy zene, amelyet valaki játszik például ezen a dolgon, amely nem tudom mi a neve, trumpet. Tudjátok, az jutott eszembe, hogy most így a Zungdani videó kapcsán beszélgettünk a társadalmi megfelelésről, így a kételyekről, az önbizalomról. Milyen sok önbizalom kellhet ahhoz, hogy leüljél egyedül egy kamera elé, és posztolj valamit az internetre, úgy, hogy még csak tanulod a nyelvet. És nem érdekli őt, hogy majd most itt izét ki fogják nevetni, hogy nem is tudsz beszélni magyarul, vagy hibásan mondott. Tehát, hogy látjátok, hogy az ember igenis erőt kell vegyen magán, hogyha valamit szeret csinálni, akkor csinálja, és ez tök menő dolog. Például Krakóban ott van egy nagy templom a főpiacon, és ott van egy ember, aki a Heinaut japszik. Most jön a következő kategória, és az írtam magamnak, hogy ez lesz a pásztor terminológia. Pásztor terminológia! Olga, én se értem, hogy mit jelent ez a szó. A pásztor terminológiáról nekem a szex jut eszembe, de ez azért van, mert az én agyam romlott. Jó? Pásztor, mit jelent a pásztor? Az a házi állat, mármint a nem házi állatok, hanem a... Ami nem házi állat, az milyen állat? Várjál, tudok magyarul, nyugi! Nem hozzám fog magyar tanárként magyar tanárhoz járni, Olga, ez biztos. A haszonállat, nem a vadállatra gondoltam, a haszonállatra. És például létezik a gazda, ami igazából inkább a lengyel hegyekkel kapcsolatos, mert ott van egy gazda, aki, hát egy férfi, aki a legfontosabb ember otthon, házban. És például juhász is van lengyelül, csak máshogyan írok. Na, a juhász ugyanaz. Hát az ősi mesterségek ugye ugyanazok, magyarul meg lengyelül. Én tudok még olyan ősi mesterséget, ami ugyanaz lengyelül meg magyarul, de meghagyom Olgának a lehetőséget, hogy ő mondja el. Napok nem annyira hasonlóak, de igazából van például a magyar március lengyelül ez mázsec, máj... Hát jó, a hónapok azok hasonlóak, mert nyilvánvonnan ugyanonnan eredeztethetőek. Jós, máj, és szerintem igazából ennyi. Mert a lengyel hónapok nagyon... Szerintem lehet, hogy furcsa a magyarok számára, mert ez Széchenyi, Lóti, mázsec, kvétény, máj, červiec, lipiec, serpény, vzsösény, pasgyet. A lipiec az melyik volt? Melyik volt az augusztus? Még egyszer! Széchenyi, Lóti, mázsec, kvétény, máj, červiec, lipiec, serpény, vzsösény, październik, listopad, grudzie. De az, ami... Jó, akkor visszavonom ezt, hogy a hónapok ugyanazok. Hasonló, ez például szerda, sroda, csütörtök, csvártek, pintek, piontek, és szombat, szobot. Létezik pár hasonló áll. Tök furcsa, hogy a napok is ilyen hasonlóak. Lát, név és most nem a Boberról fogok mesélni, hanem például zebra, medúza, koala. Jó, hát ezek az egzotikus állatok, senki nem vette a bátorságot, hogy átnevezze őket. Bika ez bik, vagy tigris ez tigris. Összegyűjtöttem pár ilyen nemzetközi szó, amely
szinte lengyelül is, magyarul is van, és ez például múzeum. Mindenki Bobert akarna, szép! Alkohol, bank, film, golf, park, parlament, gól, taxi, telefon, hotel, kamera, maximum, minimum, motor, bomba, ez a bomba annyira random volt. Nika, terror. És igazából még rengeteg szó maradt, amely nem volt semmilyen kategóriában, de szerintem csak fel fogom olvasni őket. Csak remélem, hogy senki nem fog elaludni. Nem. Akkor tányec, próba, kret. Tányec. A legjobb helyen állítottam meg. Ten, kollega, deszka, tapeta. Tapéta meg deszka, ezek annyira random szavak, tök fura. Kuchnya, kľúč, algebra, parabola, banda, veranda, bikini, bestia, diagram, egoista, elektron, epika, evangelista, figura, hierarchia, humor. De már a humor, az humor lengyelül is. Hát megvagyunk! Hát elég a magyar piacból, én is lengyel videókat fogok csinálni. Cserélünk! Ikra, kod, nem kod, hanem kod. Kod, mert kod, ez egy mocska, de kod. Podium, puding, puma, radar, referendum, rekord, tulipán. Na, most kell megtenni a tippeket, hogy benne lesz-e a kurva. Robot, sport, kumács, kostka, bzsitfa, pocta, profit, turbulencia. Hát ennyi szót összesen nem tudok magyarul se. Hát ebből a videóból meg lehet tanulni lengyelül. Turista, vodka, program, propaganda, planeta, populista, paranoia, parabola. Hopp, már volt a parabola! Azt hitted, hogy nem figyelek, Olga, de figyelek. A parabola kétszer volt. Turista, papier, materac, melodia, mienta, kostka, sonsat, allergia, alpinista, apostol, artista, atom, benzina, kabel, blok, bunkier, cykl, ołtarz, optymista, kapitan, nacjonalista, drama, konsul, szała. Mennyi ilyen politikai terminológia van benne, ami hasonló? Azt, krem, matematika, śmieci. Igen, meg ilyen szakokhoz kapcsolódó szavak nyilván. Evidencia, extra, feminista, fizika, kategória, łańcuch. Most tényleg elfaradtam, de hát, tényleg... És még az agyam dolgozza föl! Meglepődtem, mert nem is sejtettem, hogy annyira sok szavat fogok megtalálni, amelyek közös a lengyelek és a magyaroknak. Vagy a lengyelek számára és a magyarok számára, de tényleg sok. Hát na, dva bratánki, hát nemzetköziek vagyunk. Van. És legyetek szívesek, írjatok meg a kommentekben, ha ez meglepő volt. A lőddel az nem ugyanaz lengyelül és magyarul, ez így van. Szerintem a slang szavak nem működnek. De például a szigma is szerintem ugyanaz lengyelül. A szójboly. Volt, hogy annyira sok volt, vagy lehet, hogy vannak olyan emberek is, akik már természetesen tudták az összes szavat, amelyet mondtam, és remélem, hogy érdekes volt ez a videó. Emlékszem, hogy régen, amikor csináltam, akkor sok ember látta, és remélem, hogy most is lesz. Sokan vagytok? Tessék, mindenki húzzon át Olga csatornájára, és írjatok neki kedveseket, mert megérdemli. Így, akkor sziasztok, és köszi a figyelmet, papa! Papa! Jé! Ez szerintem nagyon menő. Már csak az engem érdekelt, tehát számomra érdekes volt ez a videó, lehet, hogy sokatoknak unalmas volt, de számomra annyira lenyűgöző, hogy
mennyi eleve nagyon félelmetes csinálni videókat az internetre, vagy így posztolni dolgokat, megosztani az életed, a véleményed, bármit, és hogy ez mennyire para dolog egy másik nyelven csinálni, és tök érdekes volt a téma, tök jól beszél egyébként magyarul, szóval én borzasztóan tudom tisztelni ezt a dolgot, mert ez nem egy egyszerű feladat, és tök ügyes volt, meg mondom, tök érdekes volt a videó, úgyhogy le a kalappal jár Olgának még egy taps. Szerintem menő, szerintem ez egy jó dolog, hát nézzetek szét a csatornáján, hogy miket csinál, hogyha szimpatikus nektek. Én szeretem ezeket a videós típusokat, így gyakorlatilag a Reacts alatt ismertem meg őket, hogy ilyen kettős életet élők már, hogy nem titkos ügynökök, hanem hogy két különböző országból származnak, meg ilyenek, és szerintem tök más perspektívában tudnak dolgokról mesélni emberek, és ezek izgalmasak, úgyhogy ja, Olga, lengyel Olga, aki nem lengyel, hanem Olga Groszek, de köszönjük szépen, király volt!